Sziasztok, kedves nézők és hallgatók, mert ugye nem győzzük elmondani elégszor, hogy most már Spotify-on is fönt vagyunk, szóval meg is tudjátok hallgatni ezt a beszélgetést is. Itt vagyunk a hétköznapig, én vagyok a kétbetű JD, itt van velem Marcello, Márton, Martin, Mark a bal, nem jobb, második széken, a jobb első széken itt van velem Benz, a intellektus, az ügyész, a jogász, és végre valahára el tudtuk hozni, meg tudtuk venni egy órára Anilának az idejét, hiszen másfél évvel ezelőtt beszélgettünk pont itt a Sgt. Pepper's Café & Bar Budapestnek, amit ezúttal is szeretném megköszönni, itt lehetünk. Csináltunk vele egy interjút, egy ilyen beszélgetést, ugye akkor megjárt az El Caminót, igen. Ezért beszóltak nekem, mert ennyien mondtam, ezt elcsesztem akkor. Szóval az El Caminót, és megjelted ugye a Magyar Zarándok utat is, akkor beszélgettünk erről, és akkor most kicsit át is dobom már rögtön neked a szót, hogy mi történt az elmúlt másfél évben veled, mit csináltál, hol voltál, utána elkezdhetünk beszélgetni majd a hozott témákról. Szuper, köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Azóta, hogy legutóbb itt voltam, igazából én akkor visszaköltöztem Svédországba, akkor már egy éve ugye ott éltem, befejeztem az ottani mesteres tanulmányaimat, és igazából még az történt, hogy akkor egy nagy harmadik túrát is csináltam, akkor Svédországban a legészakibb részén voltam, akkor már nem egyedül. Szerencsére az egy ilyen 3 hetes nagyobb túra volt, amihez egyébként egy ilyen adománygyűjtés is volt köthető, és utána pedig rögtön felvételt nyertem a doktori iskolába ide a Corvinus Egyetemre, és azóta itt élek Magyarországon, és ezt csinálom. De akkor te most oktatsz, úgymond? Oktatok is, megtanulok is, ez egy ilyen kettős státusz. Igen, ezt a 3 hetes túrádról csináltál is Instastorykat, azt hiszem. Igen. Meg a videót is végül csináltál, mert azt arra én akkor még lecsúsztam. Igen, azt kövessetek be Anilának az oldalát, hol jártál már megint? Most már a Till Anila néven fut. Hoppá, bocsánat, hát másfél év alatt, akkor ezt kihagytad a sztoriból, szóval most már Till Anila néven fut a Anilának a YouTube csatornája. Nézzétek meg, hogyha érdekesnek vonja, vagy tartjátok azt, hogy ilyen utakat szeretnétek ti is csinálni, és akkor megnézzétek, hogy miből is áll egy ilyen útnak a felkészülése és az egész hozamatala, meg úgy az egész története. Szóval egy kicsit arra nekem mesélj már, vagy nekünk mesélj már erről, hogy ott mi történt, mi volt ez a 3 hét, hol voltál egy ilyen röviden, hogy A-ból B-ig, hogy jutottál el, meg milyen állomások voltak? Igen, igazából, amikor még a Magyar Zarándokot terveztem, már azelőtt is gondoltam arra, hogy szeretnék vagy Svédországban, vagy Norvégiában egy ilyen hosszabb túrát csinálni, csak akkor arra gondoltam, hogy külföldön talán kicsit nehézkes, főleg, hogyha határátlépés is van benne, és akkor így ezt el is halasztottam, és akkor mondtam a barátomnak is, hogyha akkor abban az évben megyek a Zarándok útra egyedül, akkor vajon eljön-e jövőre velem a Svédország ilyen nagy túrára, azt mondta, hogy igen, úgyhogy szabán is fogtam akkor, és igazából akkor is egy olyan túrát választottunk, ami nem jár határátkeléssel. Volt egy ilyen Caminóhoz hasonló Szent Olavsleden nevű túra, ami Svédországból Norvégiában megy, viszont határátlépéssel jár, és ugye 3 hét alatt manapság már nagyon sok minden megváltoztat, úgyhogy ezt nem vállaltuk be. Így egy svédországi túrát vállaltunk, ami Hemavan községből indul, ez már alapból elég északon van Svédországon belül is, és Abiszkó településbe érkezik, és ha jól emlékszem, összesen 443 kilométer, és abban volt egy kicsit más az előző túrákhoz képest, hogy nagyon drágák a szállások, ami azt jelenti, hogy két éppen frissen diplomázott ember annyira nem engedheti meg magának, hogy minden egyes napot aludjon. Tehát úgy döntöttünk, hogy sátorral megyünk, ami azt jelenti, hogy 3 hétig folyamatosan sátraztunk. Ez ilyen vadkemping. Így van, ugye Svédországban lehet vadkempingezni, mindaddig, amíg nincs túl közel valakinek a házához. De még úgy is lehet egyébként kempingezni, hogy valakinek a hátsó kertjébe, hogyha a háza elég távol van. Szóval így egyébként lehetnek ilyen megoldások. És összesen azt hiszem, hogy 2 alkalommal aludtunk rendesen épületben a 3 hét alatt, az is ilyen véletlen volt szinte. Úgyhogy 3 hétig sátorral 443 kilométert mentünk, ami azért elég megterhelő volt, mert egyrészt nem annyira sík vidék volt, mint mondjuk a Magyar Zarándok út nagy része, úgy azért az az Alföldön megy, hanem sokkal hegyvidékibb táj volt. Úgyhogy az megerőltető volt, illetve hát ott nagyon gyakran 3-4 napig is kellett a saját ételünket vinni, hiszen boltok nem nagyon voltak közben.
A vásárlási lehetőség általában ezeken a szállásokon volt, amit említettem is, hogy ugye elég drágák, és mivel oda helikopterrel kell vinni az ételt, így ezt nekünk, mint fogyasztóknak kellett kifizetni annak az árát, tehát mondjuk egy adag zabkással 3-4-szer annyiba került, mint alapból egy svédországi szupermarketben, ami már drágább, mint a magyar szupermarket például. De ennek ellenére egyébként bírtuk, és sikeresen teljesítettük is 3 hét alatt a 443 kilométert. 2 kérdést engedj meg, az első az, hogy hogy nem fagytatok halálra, a második pedig az, hogy találkoztatok esetleg ilyen midszomeres falvak, ilyen az a közösség, nem tudom mennyire ismered a filmet, ezek az ilyen nagyon... hogy mondjam, tradíciós véd hagyományok, néprajzi, igen. Hát remélem, hogy nem olyan midszomeresen, mert az kicsit durva, hanem hogy azok a normálisabb verzióban, hogy találkoztatok-e ilyen helyiekkel. Első kérdésedre válaszol, hogy nem fagytunk meg. Általában napközben elég meleg volt, sőt, akkor mi el is kaptunk egy hőhullámot, ami elég érdekes volt, hiszen ez volt június vége, azt hiszem, és az északi sarkörön túl 30 fok volt, ami azért, ezt gondolom mindenki látja, hogy ez nem annyira normális. Hát az nem. Igen, és aznap mi nem is gyalogoltunk sokat, hiszen hát nem csak kellemetlen, de veszélyes is egyébként, ugye, nagy táskával ilyen melegben gyalogolni. Úgyhogy nem fagytunk meg, viszont esténként elég hideg volt. Sajnos nekem nem annyira volt jó a hálózsákom, most már utólag leváltottam volna, egy elég egyszerű hálózsákkal mentem, ami nem volt annyira jó a szigetel. Tehát egy jó hálózsák azért az olyan, hogy a hidegben melegen tart, de hogy melegben nem izzasz teljesen le benne, nekem nem ilyen volt sajnos, úgyhogy volt, hogy majdnem minden ruhámat felvettem éjszaka, hogy ne fázzak, és akkor így, ahogy rásütött a nap, a sátorra melegebb lett, akkor fel kellett kelnem, hogy a 6. pulcsimat levegyem. Szóval ez nem volt annyira kényelmes, de egyébként szerintem jó felszereléssel nem lesz semmiképp gond, főleg nem nyáron, tehát nem annyira van hideg. Ami egyébként hideg volt, az főleg a gletszervíz, tehát amit mondtam, hogy volt, hogy 3-4 napig nem nagyon voltunk házakban, ez azt jelentette, hogy ilyen folyókban, tavakban kell tisztálkodni, ami elég kellemetlen, hogyha ugye pont egy olyan folyó van, ami olyan vizet tartalmaz, ami a most elolvadt gletszervize, tehát az éppen, hogy nem fagy meg, tehát azért nem fagy meg szinte, mert mozgásban van, épp hogy fagypont felett van, az nem volt annyira kellemes. Azt egyszer. De az üzletnek jót tesz, azt mondja. Hát ugye az éjszakét nagyon sokan azt csinálják így télen, és ugye, hogy bemennek kicsit a vízbe, aztán így jönnek ki, és akkor utána meg így már bogácsoznak. Hát igen, vagy a szaunába mennek. Csak igen, igen, nem, igen. Nem csináltál ilyen menő hajakat, hogy beleraktad a fejed, csak a hajad, és így állt a hajad, Nem. Viszont olyan volt, hogy hát azt hittük, hogy nem annyira sokan vannak körülöttünk, mert egyébként pont akkor nem voltak sokan az ösvényen, és akkor mondjuk fürödtünk egy nagy tóba, gondolván, hogy hát senki se látja, és akkor utána egy pár órával később találkoztunk egy svéd emberrel, és akkor kérdezte, hogy ti voltatok, akik ott fürödtek a tóban, és így voltam, hogy de jó, hogy akkor most már egy kicsit többet látott belőlem ez az ember, gondolom, mint... Ez mekkora sztori volt neki, gondolj bele ott a közösségbe, hogy mit láttam a gyerekek is utána. Biztos, hát igen. Meg, hogy felismert így utána szemtől szembe, az is kicsit furcsa volt, előtte nem úgy látott szerintem egyikünket sem. A második kérdésedre válaszolva, egyébként nem láttam a filmet, de tudom, hogy híres, igen, de nem láttam. Úgyhogy annyira nem is tudom pontosan megmondani, hogy erre gondolsz-e, de egyébként számi közösségekkel találkoztunk akkor. Ugye ez az őslakos népe Svédországnak, Norvégiának, Finnországnak és Oroszországnak, abban a régióban. És egyébként szép élmény is volt, mert nyilván a kultúrájukba is betekintést nyertünk, de érdekes is volt abból a szempontból, hogy ezek nagyon pici falvak, és például volt olyan falu, ahol 5 ember élt, ami egy családot jelentett, egy anyuka, wow. Apuka, 3 gyerek volt a falu, és ők főleg mondjuk abból élnek meg ebben az időszakban, hogy tavasz elején oda mennek, és akkor ősz közepéig, végéig vannak ott, és vannak olyan részei az útnak, ahol csak egy tavon lehet átmenni, tehát motorcsónakkal mondjuk, és akkor ők naponta 2-szer így átviszik a turistákat. És akkor kérdeztük is egyébként tőlük, hogy mennek boltba, vagy hogyha valamire szükségük van, hogy hol van a legközelebbi város, és akkor mondták, hogy hát 120 kilométer a legközelebbi város, de egyébként nem járnak a boltba, mert hogy nincsen út, ahol ők laknak,
ami azt jelenti, hogy ők tavasszal oda költöznek, visznek mindent, ami fél évig kell nekik, és aztán őszig ott maradnak. És hogyha valami nagyon hirtelen kell, azt helikopterrel tudják oda szállítani. Ez ilyen Walter Mitty effektus szólt, és kicsit, ott is helikopterre szállít a csávon minden. Gondolom, nincs ott 4G. Nem, sőt, a túra végén egyébként nem is volt egyáltalán térerünk, sem négénk, semmink nem volt. Akkor szóltunk is a családjainknak, hogy ne aggódjanak a 4-5 napig, semmit nem hallanak rólunk, mert nem tudunk semmilyen jelt adni. És egyébként a vége fele már érkeztek is az aggódó üzenetek anyukáktól, hogy na, mi van most már. De egyébként ez nem feltétlenül volt gond szerintem, mert akkor egy kicsit jobban is tudod a természetet élvezni. Azt leszámítva, hogy az aggódó barátok, a családtagokat így hátrahagyod, hogy ők nem tudják, hogy mi van. Igen, ez mondjuk a társadalmunk egyik nagy üzeje. Negatívuma, hogy ha nem kapsz, nem tudom, visszajelzést, nem tudom, 2 órán belül, akkor már rögtön a legrosszabbra gondolsz. Igen. Vannak ilyen profi felszerelések, ami mondjuk hozzá van kötve valamilyen műholdas rendszerhez, és ilyen nagyon minimális üzeneteket lehet küldeni, hogy oké vagyok, és akkor ezt küld mondjuk a családtagjainak is egy mondjuk alkalmazáson keresztül valami üzenetet, hogy XY küldte, hogy rendben van, él, meg ugye vészjelzést is tudsz leadni, de egyébként nekünk ilyen azért nem volt, mert ketten voltunk, tehát. Tehát nem menjek home office-be oda. Nem. Onnan nem fog tudni zoomozni. Jó. Ne, jó. Semmiképp. Oda nem menjek. Akkor kiadjunk. És ez amúgy a szabad élet kérdezni, hogy milyen hatása volt így párkapcsolatilag rátok, hogy ti 3 héten keresztül non-stop mentek, és nincs tényleg a fürdési lehetőség is olyan, hogy tóban kell, vagy folyóban kell fürdeni. Uh-huh. Ez milyen? Ez szerintem mindenképp összekovácsoló egy kapcsolatban. Az volt a szerencse, hogy mikor frusztráltak voltunk mindketten, akkor nem egymást utáltuk, hanem együtt utáltuk az egészet, úgyhogy a közös ellenség még inkább összekovácsolt bennünket, tehát együtt utáltuk mondjuk a szúnyogokat, az nagyon gyakran kellemetlen volt. Ugye annyira kevés ember lakik Svédország ezen részén, hogy nem éri meg a szúnyogokat úgymond kiírtani, igazából nincs erre szebb kifejezés, mert hogy nincs elég ember, aki miatt ezt a hatalmas területet le lehetne fedni, és így rengeteg a szúnyog, és hogyha meleg van, meg sok a víz, akkor még több, tehát nagyon gyakran küzdenünk kellett velük. Tehát az volt, hogy mondjuk megérkeztünk este, és akkor fel akartuk a sátrat állítani, és akkor ilyen több száz szúnyog keringett körülöttünk, és akkor arról nem is beszélek, hogyha próbálnál mondjuk tisztálkodni, akkor megint csak hajtogatnod kell magad körül a szúnyogokat, és az ilyenek nyilván nehéz helyzetbe hoznak, de szerencsére nem voltak ilyen konfliktusok, hogy te találtad ki, hogy jöjjünk ide, és hogy minek vagyunk itt. Ennek nagyon örültem, hogy ez soha nem jött fel, hogy ezt én találtam ki. Hát igen, a fürdés is olyan, hogy egy kicsit kellemetlen, de el lehet így a sátor két végébe akkor kicsit húzódni, és akkor nem okoz nagy gondot. Jó volt, szerintem én úgy gondolom, hogyha valakivel elmegyek egy ilyen típusú túrára, akkor szerencsére az a barátom, lehet, hogy más barátokkal, más családtagokkal sem feltétlenül mennék ilyesmire, de ez most pont egy jó választás volt, és utána nyilván a sikerélmény is jó volt, ez egy ilyen közös, összekovácsoló élmény volt, hogy ezt teljesítettük, együtt megéltük, más párokkal is találkoztunk, egyedül túrázókkal is találkoztunk, szóval ez így szerintem szuper volt. Ez az adománygyűjtés része, ez hogy néz ki amúgy ennél? Úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy mondjuk nem csak a túra kedvéért mennénk erre az útra, hanem mondjuk valamire felhívni a figyelmet mellé. Tehát én arra gondoltam, hogy a vadvilág védelme lenne egy érdemes téma igazából, hiszen ez az egyik utolsó terület Európának, ami viszonylag érintetlen, amit nem kultiváltak, ahol tényleg őslakos közösségek élnek, viszont szerettem volna, hogyha egy magyar szervezetet támogatok ezzel, igazából ilyen kicsit ilyen figyelemfelhívó, adománygyűjtő, és végül egy magyar szervezetnek való gyűjtés lenne, és igazából azokat, akik így követték az utat, őket kértem meg, hogyha tudnak, akkor egy pár ezer forinttal járuljanak hozzá, és végül így 50 ezer forint gyűlt össze. Ami hát nem egy hatalmas összeg, de egyébként a semmitől több. Hát persze, még legalább valamit tevékenykedtél. Igen, igen, és egyébként szerintem jó volt, és szeretnék is majd a jövőben hasonlót
mert most is egyébként tervezünk majd a nyárra egy túrát, egy következő, de ez egy sokkal lazább lesz szerintem most. És ezt el, lehet árulni? Persze, igen. Most, egy vulkán közelében. Nem, most egy ilyen pihenő, csak 500 kilométeres túrát tervezünk, viszont hát van egy ilyen hasonló túra az előzőekhez hasonlítva, Hollandiában is, az a neve, hogy Pieterpad, erre gondoltunk, hogy arra mennénk az idén, és hát azt tudjuk, hogy Hollandia nagyon lapos. Tehát a végén van egy kis hegy, ami azt hiszem, hogy 300 méter, amit tavaly azért naponta megmásztunk, ha kétszer nem is, de egyszer biztosan, és arra gondoltunk egyébként. Főleg én is szeretném egy kicsit a holland kultúrát jobban megismerni, akkor bejárni egy kicsit az országot, meg egy sokkal lazább, laposabb túra lesz. Szerintem. Akkor is 500 kilométer. Azért ezt egy 3 hét alatt szerintem meg lehet csinálni, hogyha tényleg nincs sok emelkedő. Olyan vicces, hogy csak 500 kilométer, és én belegondoltam, amikor a Marcival Dániel voltunk, és lementünk csak a centrumba Aarhusba, mert fönt voltunk kicsit így a hegyen, a dombon, és így amikor már mentünk vissza fel, akkor csak azt mondta a Marci, hogy haldok be. Ő még nézte, hogy már nincs sok hátra. Jó. Szóval, és az mennyi volt ilyen? 4 kilométer? De nem, azért több volt annál. Ne, szerintem az volt egy ilyen 10-es. Hát a 10-esnek érezted. POV, ki hogyan, tudod? Hát szerintem az egy 5 volt, a 10-nek érezted. Lemérjük. Jó. Menjünk el. Jó. Egyébként a svéd túrában is nagyon csalóka volt, hogy azt gondolt, hogy már mentél mondjuk 10 kilométer, de valójában csak 5 volt, mert annyira nehéz volt a terep, nagyon sziklás volt, hogy olyan lassan haladtunk, hogy azt gondoltuk, hogy hát egy óra alatt mondjuk 5 kilométert mentünk, és egyáltalán nem. És ez demotiváló tud egyébként lenni, amikor azt hiszed, hogy már fél úton vagy, és egyáltalán nem. Emlékszem, volt is neked egy olyan Insta sztorit, hogy valami völgybe voltatok, és akkor ott leírtad, hogy hát elég megterhelő, de hogy tök jó, de hogy azért ez így tényleg így lelki erő, meg így a testedet is kicsit azért megkezdi, hogy így föl-le. Igen. Emlékszem erre az Insta sztoridra. Igen, egyszer elég komoly gondok voltak a térdemmel, akkor egy kicsit aggódtam is miatta, mert olyan volt, amikor fölfele mentem, akkor hajlott, de lefele már nem nagyon, és akkor így tudjátok, amikor így beáll a térdetek, és így nem tudjátok igazából már nagyon hajlítani. De még a Caminoról volt egy tök jó krémem, egy ilyen, hát ez egy sima sportkrém egyébként, teljesen random, adták nekem akkor a patikában, és azóta megvolt, és azt vittem magammal, és ez így 2-3 nap alatt rendbe is rakta. De egyébként volt olyan az úton, aki abba kellett, hogy hagyja, mert azt hiszem ételmérgezést kapott, és így ő nem is tudta például tovább folytatni. Igen, hát vannak ilyen finomságok az ilyen túrázásban, de ettől függetlenül jó élmény, és csak ajánlani tudom mindenkinek, mert akkor is most a szúnyogok, meg a fürdés miatt nem így hangzik. Nekem a fürdés az kifejezetten tetszik. Igen? A szúnyog az nem, de a fürdés hát, igen. Az igen, mert nekem egy ilyen nagyon nagy ilyen fétisem, vagy vágyam, hogy én ilyen tényleg ilyen brutál hideg vizekbe így belecsobban, és kicsit tényleg így átérezni. Ez ugye elmeteg jót is tesz, nem véletlen csinálják ezt az északiak folyamatosan. Kicsit megragadnám azt a részt, mert ugye ebből vezetném át a témánkra ezt a leolvadt gletszer víz, és ebből szeretném kicsit átvenni az első témánkra, hogy ez a, te azért itt konkrétan találkoztál tényleg ezzel a globális felmelegedéses történettel, és ezt így első körben, most Bencének dobnám, mert megint 18 percig képes volt csendben maradni. Mert jók a sztorik. Csak hogy te mondjuk, Bence, neked erre mi a véleményed, hogy így hogy konkrétan ugye már vannak emberek, akik ezt így face-to-face látták, de ugye csomóan még mindig nem hiszik el, hogy ez van. Ugye a Don't Look Up filmre most így utalva például. Az ezért itt van mellettünk Anilla, aki ezt konkrétan átéli. Az, hogy mondjuk a tömegek nem vesznek be valamit, az ugye céges érdekek és különböző pénzek mozgatásának útján keresztül, ugye tömeges manipuláció, tehát hogy szerintem ugye az ember az nagyon kapzsi, az oké. Okay. És hogy vannak bizonyos multikorporációs érdekek, ami miatt így az emberiség szeme elé egy ilyen fátylat tesznek, hogy ez fukamú, ez a globális felmelegedés. Meg vannak ugye olyan idióták, mint a Donald Trump, akit nem hiszi el, és akkor sajnos ugye vannak olyan platformok, ahol ezt az üzenetet át is tudja vinni a hiszékeny tömegeknek, és nekem igazából ugye alapvetően szerintem ugye itt hármunk közül egyikünknek csak neked, te vagy a
az arany kivétel, hogy neked te ezzel volt kapcsolatod, de hogy ugye mi ezt nem nagyon tudjuk olyan szempontból átérezni, hogy jó, nem esik a hótélem. Mikor mi gyerekek voltunk, akkor még esett a hótélem, mint az állat, és mentünk szánkózni. Ezt imádtam meg minden. Ez a mostani gyerekeknek az életéből ez ugye kimarad. De hogy az, hogy ilyen mértékben tudják az érdekek manipulálni a tömegeknek a gondolkodását, az, hogy ezt ilyen sokan beveszik, hogy ez nem létezik, az gyomorforgató számomra. De én elhiszem teljes mértékben, hogy van globális felmelegedés. Ja, szóval, hogy de nem arra ment ki, hogy te nem hiszed el. Ja, gondoltam, persze. Csak nem szólaltam, hogy inkább pörgettem a gondolataimat magam előtt, hogy valami egységet alkosson. Szóval, hogy szerintem ebbe moskos nagy pénz van abban az oldalában, hogy ezt minél többen ne higgyék el. És hogy ezzel van a baj, szerintem. Erre szerintem pont hozzátenni egy kérdés, hogy ezt például te ugye éjszakon elég sokat voltál, ugye Svédországban például, meg akkor Hollandiát is azért már megjártad, meg fogod járni, hogy ott te ott mit veszel észre, hogy az embereknek mennyire van ez benne így a kultúrájában, vagy így a köztudatban, hogy erre figyelni kell, és tényleg meg kell menteni úgymond a földünket, a környezetünket, a körülvett mi az természeti adottságainkat, hogy ez mennyire van nekik a köztudatban, vagy mennyire van ez nekik pusolva. Szerintem Svédországon sokkal inkább benne van a köztudatban, és szerintem egyrészt azért is, mert ott sokkal látványosabb a változás egy északi országban, ahol mínusz 25 fokhoz vannak szokva telente, és most ez nincsen, az még látványosabb, mint itt. Igen, amit mondta, hogy nekünk is feltűnik, hogy már nem nagyon szánkózunk telente, mert nem nagyon van hó, az ott még látványosabb, és ott szerintem alapvetően ez már nem annyira kérdéses, hogy van-e, vagy hogy tennünk kell-e valamit a globális felmelegedés visszaszorítása érdekében, ez nem annyira kérdés, de nyilván Svédország sem tökéletes, tehát ott is sok ember van, aki igazából ugyan nem nagyon tud vele mit csinálni, de szerintem most sokkal jellemzőbb, hogy az emberek jobban figyelnek arra, hogy milyen fogyasztási szokásaik vannak, legyen ez mondjuk étel, vagy csak amblok az, hogy mennyire sok cuccot tesznek a házukba, hogy mennyire fogyasztanak túl. Egyébként így, tehát sokkal jellemzőbb az is, hogy mondjuk valaki nem eszik húst, és nem kell feltétlenül vegetáriánusnak lennie, csak azért, mert hogy hát most annyira nem fontos, amúgy is jobb a klímának, és akkor egy-két nap meghozzák ezt a döntést. Hollandiában szerintem ez nem annyira van annyira jelen, mint mondjuk Svédországban, bár erről nyilván kevesebbet tudok, mert nem éltem ott, de ott azért ugye hát minden olyan holland dolog, ami például hozzájárul ahhoz, hogy tudják exportálni az ételeket, tehát ott nagyon nagy kultúrája van az állattenyésztésnek is mindennek, ott azért nehéz ilyen döntéseket meghozni. Hát ők az egyik legnagyobb ételexportálók a világon, tehát ott még nehezebb ilyen típusú döntéseket meghozni, és sokkal konzervatívabb, ha mondjuk Svédországhoz hasonlítjuk. Igen, aztán Magyarország meg megint egy más téma szerintem, mert mi egyébként szerencsések vagyunk a Kárpát-medencében, és nem feltétlenül fenyeget minket az a veszély, mint mondjuk Hollandiát, hogy bizonyos városokat a víz el fog mondjuk bizonyos időn belül árasztani, ezt így Magyarországon nem annyira direkt veszély szerintem. Egyébként is nagyon nehéz ezt az egészet felfogni, tehát embereknek azt is nehéz felfogni, és ez nem köthető az intelligenciához szerintem, hogy mondjuk ha dohányzol, akkor az tüdőrákat okozhat nálad mondjuk 10-20 év múlva. Már ezt is igazából nehéz elképzelni, mert hogy nem tud az agyad annyira a távoli jövőben gondolkodni, nem tudja azt felmérni, hogy én most elszívok egy szál cigit, akkor az 10-20-30 év múlva mihez fog vezetni. És hiába, hogy emberek mondjuk látnak tüdőrákos embereket, akkor is nehéz. Hát még hogyha olyasmiről van szó, mint a klímaváltozás, amit még soha ember nem látott, hogy milyen következményekkel fog járni, nagyon nehéz elképzelni. És főleg tudod, hogy ez mondjuk 7 milliárd emberen múlik, akkor én igazából annyira kis csepp vagyok a tengerben, hogy még ha fel is tudom fogni, hogy milyen következményekkel fog járni, akkor is nehéz az én viselkedésemet megváltoztatni. Főleg, ha mondjuk a baláti köröm, a családom ezt nem teszi meg. Nagyon nehéz. Ebből a szempontból Svédország szerintem szerencsés, mert ugye minél több ember tesz egy kicsit, annál inkább befolyásolnak a barátaid, meg a közvetlen kapcsolataid. Ez szerintem még így Magyarországon nem
annyira alakult ki. És a svédeknél ez inkább így fentről jön ez a push, hogy ez az információ dömping áradat, hogy tegyél érte, csinálj valamit, hogy mind, hogy a svéd kormány csinál erre mondjuk kampányokat, vagy a svéd emberekben van ez meg így köztudatban, a közösségben, hogy tenni akarunk valamit, csinálni akarunk valamit, ezért nem tudom, én a műanyagot nem a sima kukába dobom, hanem a műanyagosba. Uh-huh. Ugye ezt nem tudom, mennyire tapasztaltál ilyet, hogy ez most honnan jön nekik. Ez jó kérdés. Ezt így pontosan nem tudom elválasztani. Amit én tapasztaltam az, hogy szerintem cégek, meg szervezetek egymást is befolyásolják. Tehát, hogyha az egyik beszél arról, hogy mit tesz ő a fenntarthatóságért, és akkor adott emberek szeretnék ezért azt a céget választani, mondjuk mondok egy példát, csak egy ilyen gyors étteremlánc, a Max, ez egy ilyen McDonald's-szerű étterem a Svédországban, és így dömpingelik az információt arról, hogy ők milyen új terméket vezetnek be, akkor hogyan kezelik úgymond a hulladékokat, amik így termelődnek az ételkészítés során, és akkor ha ők ezt csinálják, akkor az ottani Burger King is igazából szeretne felzárkózni hozzá, és akkor így egymást ugye nyilván úgymond segítik ebben, hogy tegyenek valamit a fenntarthatóságért. Azt, hogy most ez a kormánytól jön-e, vagy inkább így alulról, ezt én nem annyira tudom megmondani, de én azt gondolom, hogy egyébként mind a kettő így egyébként. Jó, egy kicsit így akkor kézen fogva mennek. Közbe vágnék, én úgy gondolom, hogy igen, amit te is mondasz, hogy szerintem ez inkább talán jobban alulról jön, mint az emberek között, és azért van ez, mert a svédek, meg úgy a norvég, meg amúgy a skandik sokkal, hogy mondjam, fejlettebbek, meg sokkal jobban megy ez a kommunikáció, hogy amit kapnak nyugatról, vagy bármilyen ilyen információk, és valahogy jobban fogják fel, vagy ezt jobban interpretálják, mint mondjuk ahonnan jön, akár amerikai is, ahol meg akkora a szétválasztás, akár politikailag, hogy így valahogy az európai közösségen belül is ezért látjuk azt, hogy miért ezek a legfejlettebb városok, országok, hát mert valahogy úgy az emberek is úgy érzem, hogy jobban tudják ezeket felfogni, és egymás között is kommunikálni. Úgyhogy lehet, hogy tényleg mind a kettő, amit mondasz, de én úgy gondolom, hogy inkább az emberek vannak úgy, hogy sokkal tudatosabban próbálnak emiatt tenni. De ez az, hogy pont ahogy most mondtál, ez nekem pont arra, hogy ez tényleg kéz a kézbe jár, mert hogy miért Dánia mondjuk x éve a legboldogabb nemzet, mert hogy jól élnek, tudod, azért tényleg meg vannak fizetve az emberek, jó az infrastruktúrájuk, jó, tényleg hogy annyira jó az élet, hogy így ők még jobban tenni akarnak, hogy még jobb legyen nekik amúgy. És például pont a dánokra azt ugye láttuk mi is, hogy meg a Cser Tamás, a Cser az, akit láttatok a dániai vlogunkban, ő például ott volt, hát azt hiszem 5 vagy 6 évet élt kint, és tényleg így felkeltette a figyelmünket arra, hogy ők nem, hogy a dánok nem egy ilyen magamutogatók, mondjuk ilyen autó használatban, hogy kis autóik vannak. Jó, van, persze látunk csomó Teslát, de hogy nincs az, hogy így, ó, nekem 5-ös BMW-m van, és jó, nekem még azért nem tudom, milyen Audi-m van. Tudod, így nálunk ez van, hogy tényleg ez a kinek a nagyobb a pöcse. Az autója. Igen, már kimondtam, ne arra, hogy kinek nagyobb az autója, és a motorja, meg a minden, és akkor ott meg ilyen kis autókkal járnak el. A legtöbb az ilyen, ez a Volkswagen e-up volt kb. Az hát, a méret volt a legtöbb amúgy, mert ők úgy vannak vele, hogy inkább kis autó, egy családnak egy autó, nagyon max, akkor még egy kicsi, és akkor két kicsi autó, és azzal ők el vannak. Szóval nincs az a magamutogatás. És a legtöbb az elektromos konkrétan, szóval a fele az elektromos volt. Hát tudatosabb. Meg ebből is látszik, hogy mennyire más a kultúrák tényleg, hogy mi magyarok nagyon szeretünk ravaszkodni, meg mutyizgatni. Ez ugye ott annyira, amikor mi kint voltunk, de te is sokat tapasztaltál, nem láttuk ezt, hogy így nem volt ennyire ugye ott. És ugye vannak ennek a negatív része is, és amit mi is megtapasztaltunk, ugye, hogy nem is annyira, tehát felszínesen befogadóak. Nem tudom, hogy ezt te érezted a svédeknél most, de hogy igen, bármikor leszólítasz, bárkit elmondja, hogy mi az, merre kell menni, meg nem tudom, meg nagyon kedves, meg nagyon aranyos, de hogy aki ott él, mondjuk a Tamás is, ugye, hogy nem annyira tudsz ott letelepülni, úgy barátokat szerezni, úgy egy életet kezdeni. Nem tudom, hogy ebből van. Hát ők nagyon egy körben vannak, igen, körbe hogy van. Nagyon nehezen fogadnak be külső, ez nem tudom, magyar, román, szlovák állampolgárú. Hát így is mondhattam volna, embereket, és amúgy ez tényleg, ez, hát kicsit mint az amcsik ugyanez. Nagyon felszínesek, amúgy nagyon vicces. Tapasztaltam. Nagyon vicces amúgy. És nálunk például, én például ezt nagyon szeretem így a magyarokból, hogy mi meg tényleg mindenkit befogadunk. Mert hogy jó, most ne beszéljünk a propaganda reklámokról megint, de hogy tényleg úgy befogadunk mindenkit, hogy tényleg sörözzünk valahol, tudod jönnek, nem tudom, most csak egy szigetfesztivál, hollandok, svédek, nem tudom, románok, és akkor így három mondat,
És ma azon kapom magam, hogy ma ott ülünk egy nagy körbe, és isszuk a sört, yeah. És így dumálunk mindenről amúgy. És nem csak a Sziget Fesztiválra magáról, hanem úgy az egész Budapestről, a magyar kultúráról, és akkor ez annyira jó, hogy tényleg mi nálunk itt magyarok, így sokkal jobban befogadunk így mindenkit így a körünkbe. És már mi meg képesekünk inkább arra, hogy hú, legjobb barátom, majd beszéljünk, tartjuk. És akkor mi képesek vagyunk még arra, hogy tényleg tartjuk is a kapcsolatot amúgy. Abszolút így van, szerintem, hogy valószínűleg felszínesen befogadóak a skandináv népek. Nyilván sokat segít, hogyha beszéled a nyelvet, és akkor tudsz így egy adott közösségnek a tagja lenni. Én azért nem vagyok annyira jó svédből, de megértettem magam, és akkor voltak olyan helyzetek, amikor én is úgy éreztem, hogy hát most akkor szívesebben látnak nyilván, hiszen beszélem a nyelvet. Illetve még azt akartam mondani, én pont nem olyan rég hallgattam egy podcastet, és akkor ott is kipontották, hogy a skandináv népek sokkal jobban bíznak az mindenféle kormánnyal kapcsolatos dologban, hiszen jóléti államban élnek, és nem kell attól tartaniuk, hogy mondjuk a szociális háló nem védi meg őket. És pont azzal hasonlították össze, hogy például az Egyesült Államokban sokkal többen bíznak vallásban, mert úgy érzik, hogy ahhoz tudnak fordulni, hogyha bajban vannak, nem pedig az államhoz. És hogyha a skandináv népeket megnézzük, nem annyira vallásosak, mert hogy nem kell a vallásban hinniük ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat, mert ott a szociális háló, ami egyébként egy biztonságot ad. Tehát úgymond nem kell imádkozni, hogy ne kerüljenek az utcára, mert abban bíznak, hogy az állam segít, hogy ne kerüljenek az utcára. Nyilván mindig vannak egyedi esetek, mindenki... Jó, az mindig, persze. Igen, ott is vannak olyanok, akik utcára kerültek, stb., de hogyha nagy általánosságban nézik, ott úgy érzik, hogy sokkal nagyobb hatásuk van talán annak, hogy mit szeretnének elérni, akár fenntartható kapcsolatban, akár más jóléti dolgokkal kapcsolatban. Az annyira látszik amúgy, hogy tényleg ez az államközpontúak, hogy például, most lehet, hogy hülyeséget mondok, majd nézzetek utána, azt mondtam, de hogy ugye Dániel x évvel ezelőtt azt mondta, hogy nem tudom, 2021-22-ig kifizetjük az államadóságot. Megmondták, ki is fizették az államadóságot. Szóval tényleg annyira, és mit tudod, hogy hisznek benned, és ők meg is csinálják azt, amiért hisznek benne az emberek. Szóval nem azon, hogy nálunk ugye ígérnek fűtfát, aztán megtörténik a 10-ből 2, mi már annak örülünk, ha 10-ből 5 megtörténik mondjuk egy ígéretésből. Igen, hát ennyivel másabb, igen. A dánok is, nekem is vannak dán barátaim, és mindig mondják, hogy annyira örömmel fizetik be az adójukat, pedig nagyon magas ugye ott az adó, igen. De hogy önként is dalolva utalják át, ugye, mert hogy tudják, hogy mennyire jó lesz utána nekik. Hát és vagy a New York-i felső 10 000 gazdag személy, az konkrétan mondták, hogy ők többet akarnak adózni. Uh-huh. Volt ilyen hír egy-két évvel ezelőtt, hogy ők többet fizetnének azért, hogy a szegényebb New York-i állambeli embernek könnyebb legyen, és több dolgot tudjon az állam befektetni. Ilyen lehet, ahol találkozol, itton érted? Na mindegy. Menjünk tovább a második témánkra. Ugye te az oktatásban egészen szerves része vagy már ennek, ugye nyilván magyar oktatást kaptál még gyermekkorodban, most már tényleg benne is vagy, benne tanítasz, igaz felső oktatásban, de hogy azért nagyon sokszor találkozunk ugye az oktatási rendszernek a hibáival, amiről nem feltétlen maga az oktatók tehetnek, hanem inkább ugye itt is a háttérre meghúzódó politikai szálak tehetnek erről, de hogy te, mint most már oktató, vagy még gyerekkorodban te ezzel mennyit találkoztál például? Mert hogy majd utána én is mondjuk elmondom, hogy mi is elmondjuk, hogy mi gyerekkorunk mondjuk mennyit találkoztunk azzal, amit most már így felnőttként felfogunk, de hogy te gyerekkorodban és most jelenleg úgy, hogy benne vagy, és ott tanítasz a Corvinuson, mennyit tapasztalsz ebből? Hát ugye én még elég közel vagyok ahhoz, hogy éppen, hogy nem diák vagyok, és akkor már most elkezdtem oktatni, nyilván nem lehet az én munkámat ahhoz hasonlítani, mint aki egyetemi tanársegéd, tanár, igazi professzor úgymond, azért én nagyon junior vagyok, de nyilván nehéz csak így igazából beledobva lenni a mély vízbe, hogy akkor igazából... most már a te felelősséget, hogy ez egy jó óra legyen. Én azt gondolom, hogy egyébként szuper tapasztalat, de észrevettem most az elmúlt fél évben, mert volt szerencsém a Corvinuson is oktatni egy tárgyat, meg a Jönköpingi Egyetemen is oktatni egy tárgyat, hogy ez
igazából szomorú dolog, de úgy érzem, hogy a magyar oktatók ideje kevésbé van megbecsülve, és ezt nem hiszem, hogy egy-két ember hozza ezt a döntést, és nem is gondolom azt, hogy bárki szívesen nem fizeti ki az ingyen munkát mondjuk a Corvinuson, és én nagyon-nagyon szeretek ott dolgozni, de tény, hogy összehasonlítva a Jönköpingi egyetemi munkámban arra is pénzt kapok, hogyha kinyitottam a laptopomat, és megnyitottam az e-mailemet, és válaszoltam egy diáknak. Tehát az összes ilyen típusú munka, vagy beadandójavítás, vizsgajavítás, ez honorálva van, ami szerintem egy jó minőségi oktatás segít elő. Nyilván ezt nagyon sokan hallják, szerintem mindig, hogy az oktatókat nem fizetik meg eléggé, és tényleg távol álljon tőlem, hogy én, mint junior panaszkodjak, mert hogy én nagyon örülök neki, hogy kaptam lehetőséget, és ingyen is megcsinálnám. De azért én azt gondolom, hogy valahol jobban meg kell az idejüket is becsülni, a tudásukat is becsülni, mert talán Magyarországon azért, hogyha az oktatókat nem mindig emelik piedesztára, úgymond, és ez szerintem nem annyira jó. Tehát a Jönköpingi Egyetemen egy kicsit nagyobb presztízse van annak talán, hogy oktató vagy, és még akkor is, hogyha ott nincsen magázódás, tehát ott tegeződünk a diákokkal, valahogy egy ilyen jobb érzés talán, hogy ott ilyen megbecsült a munkám. De most egyelőre mind a kettőt nagyon szeretem. Szóval látok ilyen gondokat egyelőre, de remélem, hogy innen csak felfelé megyünk. Na, hogy én például egy képzeletvilágban én azon vagyok, vagy abban vagyok, hogy szerintem egy egyetemi főiskolai oktatónak kicsit ilyen, szerintem ilyen hírességnek kéne lennie, vagy nem tudom, lehet, nekem ez ilyen gyermekdad álmom, de hogy basszus, több generációt úgymond oktat, és nem tudom, nem most nyilván nem úgy, hogy általános iskolai gimnáziumi szinten, hanem tényleg magas szinteken, amiből az emberek utána tényleg már munkájukban lépnek ki, ugye a munkapiacra lépnek ki, és szerintem ezeknek az embereknek konkrétan olyan szintű intellektus hírességeknek kéne lennie, hogy itt tényleg a nem tudom, RTL klubba, tények menjen, tudom, amikor valami ilyen téma van, akkor úgy kérdezni, és akkor tudod, látod a tévében, hogy megint a doktor, nem tudom, Gál Bence beszél, és így ő biztos, ő oktató, tudod, hogy ő egy, tényleg egy szakképzett szakember, és így oké, hogy vannak ilyen embereink, de hogy így tudod, nem tudsz így felsorolni, most 2-3-at, most kb. Csernuson, meg hogy hívják a Zaheren kívül, érted? Na, én még egyet tudok, aki egyetemen tanít, és a TV-ben is szokott szerepelni. Na, mondja. Azt hiszem, Bogár Lászlónak hívják. Azt hiszem, közgazdász. De hogy érted, hogy 3-4 van, miközben lehetne 15-20. Jó, amit mondasz, de amúgy, és egy kis fun fact a hétköznapi rajongó tábornak, Bencével mi egy egyetemre jártunk. Boom, ezt senki nem gondolt. És ha te is szerintem emlékszel, Bence, azért nálunk filmes tanárok, azért valamilyen szinten a köztudatban híresek voltak. Tehát szerepeltek Magyar Egy, RTL... Ott hogy hívták azt a Kárpáti Györgyet, ő csomót benne volt Fix TV, azt hiszem. Akár, de őt láttam TV2-n is filmekről kritizálni. Igen, tehát hogy ő egy kritikus, publicista ember. Meg a Károlin volt egy tanárom, a Mucsicska László. Ő folyamatosan publikál a Vox magazinban, meg YouTube csatornájuk is van egy kolléginával. Nem jut eszembe az a gyártásvezető, aki volt gyártásvezetési óra. A Muhi. 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 Na, ő volt a producere az Úristen kukacmenny.hu című rövidfilmnek. Tessék, meg volt, amit Oscarra is beküldtek, vagy tudom. Lehet. Nem, azt hiszem a Testre és Lélekről be is, hogy azt hiszem az egyik ilyen producere. Szóval vannak, akik itt tényleg nagyon híresek, és úgy tanítanak az egyetemen, De igen, a legtöbbet amúgy meg nem ismerjük a médiában, mondjuk lehet, hogy nem olyan a karaktere, vagy bármi ilyesmi, de hogy... Igen, de közben meg nem tudom, nekem van egy ilyen tényleg ilyen gyermekdet álmom, hogy ha csak azt nézzük, hogy a Harvardon, jó, oké, teljesen ugrottunk egy hatalmasat. Egy óceánnyit. Például egy Bill Gates megy el, érted, diák tömegnek előadni. De az más egyetemeket és érted, hírességeket meg. És érted, nálunk most így jó, van egyszer-egyszer, nem tudom, elmegy a Sebestyén Balázs, meg ilyenek, de hogy tudod, nincs mondjuk az, hogy a, nem tudom, mondjuk az Andy Vajna eljött volna, tudod, egy lehet, hogy volt, csak hogy nem volt ennek nagy média visszhangja, miközben ennek pont kéne, hogy így mennyire menő, hogy mondjuk egy nem tudom, Kodolányin olyan emberek vannak, mint mondjuk ugye a Kodolányinak a gatyán, ugye a tulajdonosa is. Ő ott előadó mondjuk? Mert amúgy tökre lehetne előadó, mert ő egy basszus, sikeres üzletember. Oké, okay, miből építette ki, de hogy utána mire... A társadalmi megítélése kicsit a békasegge alatt van az ő bizniszének. Hát jó, de... Legalábbis itthon, Romániában nem?
Nem, mert más országban sem tudom. Amúgy a Matthew McConaughey is tanít, azt hiszem, egy texasi egyetemen. Például. Tessék, lehetne ilyeneket nyomatni. Hogy bemennék egy órára? Na, nagy szöveg. Egyébként szerintem vannak ilyenek, sőt a Corvinuson is vannak olyanok, akik nagyon lelkiismeretes tanárok, akik tudnak ilyen szintű híres, jó, nem a Matthew McConaughey, de egyébként... Beülök egy órára, azt mondta, hogy ott is tanít. Most is volt ilyen, aki egyébként tudott jó neveket hozni, és egyébként szerintem mondjuk az egyetemen belül az igazán jó tanároknak, igazán jó professzoroknak egyébként van híre. Nyilván, hogyha egy filmes szakról van szó, ott alapból maga a szaktípusú hozza azt a fajta karaktert, hogy ott tudnak érvényesülni a médiában. Nyilván, hogyha mondjuk valaki gyógyszerésznek tanul, akkor lehet, hogy nehezebb neki sokkal, mint mondjuk egy filmes szakmából, de azért nálunk is szerintem vannak sokan, akik egyébként szoktak médiában szerepelni, és nagyon jók is benne, viszont ahhoz biztos, hogy kell elég energiának lenni ott mögötte. Például azok a tanáraim, akik egyébként szoktak szerepelni, szerintem annyi energiával rendelkeznek, hogy tudnak tanítani, tudnak publikálni, mindent csinálnak, és akkor még amellett tudják magukat annyira menedzselni, hogy mindenféle meghívást elvállaljanak. És szerintem ez tiszteletre méltó egyébként, de ahogy mondtad, igen, lehet, hogy még jobb lenne, hogy az igazán jó szakemberekre még inkább figyelnének, és akkor nem egy-egy ilyen kiemelt ember lenne bizonyos szakterületről. Igen. Például. Én most csak a kiemelt emberre rárepülve a Zahernek 3-4 előadásán is voltam, amely 2 órás volt. Annyira jó előadó az ember, hogy a 2 órát az nekem szintén ilyen 30 percnek tűnt. Annyira elrepült, tudod, ilyen jóval idősebb faszi, olyan jól meg tudja értetni magát a fiatalokkal, meg így velünk, meg így tényleg a középkorúakkal, hogy így itta minden szavát. Szóval tényleg, amikor a drogokról beszélt, hogy akkor azt tudom, a fesztiválon, mert pont egy EFOT fesztiválon voltam, és ott volt neki egy előadása, és kb. Teltházolt a sátorba. Hol találkozol ilyennel, érted, hogy egy előadón, egy fesztiválon, nem csúcsidőben nyilván, de hogy ilyen 4-5 óra fel, amikor már ilyen brainsek játszanak, és egyebek, akkor nála ott ült tényleg bent, nem tudom, 4-500 ember is füldőgatyába is így nézi, és folyamatosan röhögtünk, mert tök jó poénjai vannak, amikor komoly volt, akkor mindenki olyan síri csend volt, tényleg a tücsök nem ciripelt kb. Szóval neki például pont megvan ez a rohadt menő hatása, hogy tudod, ilyen cool és laza, kellőképp dilizik, megvan benne minden, ami szerintem egy olyan előadónak kell, egy olyan tanár embernek, hogy így tényleg minden figyelmet oda szegezzel rögtön. Én szeretnék több ilyesmi előadót amúgy. A Corvinusnál például többször is voltunk, például voltam Sebestyén Balázson amúgy, amikor meghívták, az is tök fán volt, de ugye az külsősnek azt hiszem az ilyen behoppos volt, vagy valami hiszem, valami 1000 forint volt, hogy tököm tudja. De ezek is mondjuk már tök jó lépések afele, hogy olyan olyan híres személyiségekkel találkozz, hogy hallgass meg őket, akik a szakmájukban nagyon jártasak, nagyon magas fokon képzettek, és mondjuk pont egy Balázs, aki még kicsit ilyen vallási téren is, ugye... A keleti filozófiát. Igen, a szokottól az eltérő. Én ezt mondjuk őket támogatnám. Meg most már csak így felejtek lövöm, hogy például nekem gyerekkoromban így sose értettem azt, ilyen 7-es, 8-os koromban ezért kezdtem el föltenni a kérdést, hogy mi az értelme, mi értelme van annak, hogy én verseket kell megtanulnom. Oké, hogy memória, meg minden, de hogy miért nem olyat kell megtanulnom memória, ami mondjuk engem érdekel. Szóval ebben mondjuk egy amerikai oktatási rendszer nekem sokkal szimpatikusabb, hogy a gimibe, már a gimibe úgy veszed tantárgyakat föl, mint mi az egyetemen, hogy ami érdekel téged. Miért kell nekem, nem tudom, Adi Endéről, meg nem tudom, Kölcsei Ferencre tanulnom. Oké, hogy annyi minimális oktatást kapjak meg, hogy ők fontos személyek voltak a magyar történelemben, irodalmárok, 2 versét tudjad azért legalább, vagy 3-at így a címét, de hogy miért kell megtanulnom? Ezeket én sose értettem. Miért kell nekem ezt megtanulni? Ezt kicsit másik irányba közelíteném meg a oktatásban szerzett tapasztalataimat. Igen, egy bizonyos kulturális ágyat meg kell vetni az általános iskolában, hogy el tudjad helyezni magadat, hogy te ki vagy, milyen országba születtél, meg legyen az a kollektív történelmi és kulturális emlékezet, amivel hasznos tagja lehetsz a társadalomnak. Viszont olyan
basic dolgokra nem tanítanak meg általánosba, és szakközében sem, hogy hogyan kell megcímezni egy levelet. Nekünk volt ilyen. Jó, hát nektek volt, de most mondom nagy általánosságból, édesanyám nagyon hosszú, 10 plusz évig Magyar Postának az alkalmazottja volt. Rendkívül sok idióta emberrel találkozott, aki nem tudta, hogy kell rendesen megcímezni a levelet, hova kell rakni a bélyeget, meg egyáltalán így például, jó, most oké, nagyon triviálisnak hangozhat, de azért régen, meg tényleg azért a Magyar Postára még azért elég nagy szerepben számítunk különböző ügyek intézésében, és tényleg, vagy hogy a csekket. Igen, tehát hogy kell, milyen csekek vannak, hogy kell ezt tanulni, oké, ez egyik. A másik meg, hogy kell megcsinálni egy adóbevallást, ami már mondjuk szakközépiskola vége felé szerintem már egy hasznos dolog lenne, igen. Mert én is mondjuk 5 éves képzésre jártam, és már bőven betöltöttem a 18-at, amikor érettségiztem, aztán 19 voltam, és így ugye akkor már dolgoztam, és most már 16 éves, és lát szülőengedélyével, tök mindegy, tehát hogy jó, mert most már oké, a NAV a basic adóbevallást azt megcsinálja helyetted, oké, de hát ez akkor, amikor én az első adóbevallásomat csináltam, akkor ez még nem volt, papíron kellett izé kitöltögetni, és tiszta stresszben voltam, hogy elírom, és elbaszom, és kiszámláznak egy csomó pénzt, hogy akkor azt fizessen be adó címszóval, de hogy ilyen egyszerű dolgokra, ami a közigazgatásban történő eligazodást segíti, azt a magyar iskolarendszer nem tanítja meg. Igen. És megtanít helyette egy csomó, meg a szádbarág, nem is az, hogy mondjuk oké, meg kell tanulni verseket, hanem a szádbarág értelmezéseket, igen. Ami meg pont az lenne a jobb, szerintem, meg az kritikusabb gondolkodásra nevelne, és nem homogén csordává nőnél föl, hogy találd meg a saját értelmezésedet, és nem mondjuk azt, hogy na, ezt most rosszul értelmezted, mert most már rohadtul nem tudod, hogy mire gondolt a költő, mert nem beszélgetsz vele, nem mész le a Pilvaxba és találkozó Petőfivel. Szerinted erre gondolt a költő? Király, ez tök jó, végre máshogy gondoltad. Szóval nekem ez a ilyen dolgok hiányoztak annó az én közoktatásomból egyetemen meg, igen, az nagyon jó volt, hogy én választottam meg, hogy mit tanulhattam, viszont ott is voltak ugye olyan érthetetlen tárgyak, amiket fel kellett venni, és mind a mai napig nem értem. Jó, mondjuk vallási egyetemekre jártunk, vagyis én ugye a Pázmányra jártunk, tehát vallási egyetem, ott voltak kötelező vallási tárgyak, ezzel sincsen semmi gond szerintem, egyfajta látásmódot. Én a BG-re jártam, és volt olyan tantárgyam, hogy egy fél éves könyvtár használat. Egyébként az se hülyesség. Azt nem gondolom hülyességnek. Most elmondjam, én csináltam. Elmondjam, miről volt szó? Na. Egy honlapot hogy használja a könyvtárba? Na, az már hogy viszont... Hogy vissza a könyvet, mik jelentenek az ikonok, és így... Vágod? Rámész az egérrel, és kírja. Nem is tudod. Maga az, hogy könyvtár használata egyébként ez nem hülyeség, csak ahogy neked ezt tanították, az volt egy idejét múlt, elavult szisztéma. Igen. Én azt hittem, hogy a könyvtár használatúr az olyan, hogy bement, és így ja, egy végig, és valaki így tudod, hogy már csak így matatom, hogy így a másik, egy haveromnak volt olyan órája a fősúlyi egyetemen, hogy internet. Ez volt így a neve. Internet. Semmi izé. Internet használta, vagy a internet. Internet. Jó, de ilyen tágfogalom. És mondom, mit tanultatok ott? És így, bármit. Hát, hogy így, hogy keresel rá különböző dolgokra? Meg hogy használod egészségesen? És tudod, egyetemen? De várjál. Szóval ezt általános iskolában, hogy hogy használod. Igen, ezt ott kéne, igen. Egyetemen, hogy használod az internetet? Úgy, hogy már tényleg, te már 20 plusz éves vagy. Jó, hát vannak ilyen elavult formulák. Több dolog reflektálok arra, hogy a mondani való a versekbe. Ez olyan, mint hogyha tanítanának mondjuk filmeket, és mondjuk megnézetni mindenkivel az Inception-t a tanár, és azt mondaná, hogy a végén az a kis token, az pörög. És akkor így, az pörög. Jó? Tehát, hogy ez ilyen. A másik az, hogy miért van rajz, miért volt rajzóra, miért volt énekóra. A rajz az fejleszti a motorikus reflexeit. Általános iskolában. Általános iskolában. De gimiben miért van? Igen, gimiben is csomószor van. Ezek mind szerintem az ilyen szocis, még a rendszerváltás előtt fennmaradt dolgok, amiket mi is megtapasztaltunk gyerekkorunkként, mert ezeket nem törölték, amikor 89-nek végre, hanem az lett, hogy akkor te is ugyanúgy nyomod ezt. Szóval nagyon sok PTSD-m van még nekem is ezekből az órákból, tehát főleg Manyi nénivel, remélem jól van, ő a matek tanárom volt, de soha nem tapasztaltam, hiszen már ugye nem is fogok, hogy osztályfőnöki órától féljek. Az olyan volt, az általános iskola közeg, hogy rettegtem, mert mindig elővettek valamilyen. Ez egyik. Lehet, hogy benned volt a hibá. Lehet, hogy valami ott volt, igen.
És a harmadik dolog, amit akartam, az most nem itt eszem, úgyhogy mondja nyugodtan. Csak azt akartam hozzátenni, hogy egyébként ezeknek a tárgyaknak, a rajznak is szerintem egyébként van értelme, a verstanulásnak is, ami szerintem egyébként a gond, hogy főleg gimiben nagyon le vannak terhelve a diákok, tehát akkor van például az a kor ugye a tiniknek, mikor fel sem tudnak szinte kelni 7-kor, hanem hogy 8-kor ugye szépen mosolyogva koncentráljanak, tehát pont akkor van az a fázis a fejlődésükben, amikor ilyen 9-10-ig kellene aludniuk. Akár is ez még így mindig nincs hozzáigazítva ugye a tanulási időszakokhoz, és szerintem sokan kevés információt kapnak arról ilyen 10-11-es korukban, hogy igazából mihez kezdjenek majd később az életükkel. És ott vannak 18-19 évesen, hogy válasszanak egy pályát, és válasszanak mondjuk egyetemet, hiszen most nagyon sok szülő, nyilván az én szüleim korosztálya is azt szerette volna, meg szeretné, hogy a mi generációnak legyen egy jó szakmája, jó jövője, és akkor próbálják ugye az egyetemek felé terelgetni a diákokat, és nagyon nehéz ezt a döntést meghozni, és akkor utána még mindig ott van egy ilyen, mondjuk ilyen kulturális hozzáállásnak, hogy aki ott hagyja az egyetemet, az egy ilyen csalódást okoz, abban csalódunk. És ez mindenhol megy. És mindenhol így van, és annyira nehéz, hogy 18 évesen valamit kell választanod, amihez utána elvárja mindenki, hogy ragaszkodj, mert hogyha ott hagytad az egyetemet, akkor nem sikerült valamit megcsinálnod. És ez szerintem elég toxikus egyébként. Inge. Mindenképp hagynék időt a 18-19 éveseknek, nem erőltetném az egyetemet, de még itthon talán még mindig jobb, mert az én barátom mesélte, hogy ők 17 évesen fejezik be a középiskolát, és neki 17 évesen kellett eldöntenie, hogy akkor milyen egyetemre fog járni. És sokan szerencsések, akik pont beletalálnak egy olyan szakba, amit később megszeretnek, meg van egy csomó ember, aki egyébként nem. És ilyenkor persze értelme lenne ezeknek az úgymond amerikai típusú ilyen tantárgyfelvételeknek is, már gimiben, mert akkor talán többet megtanulnak arról, hogy a rajz mondjuk mire jó, hogy mondjuk építész lehetsz később, vagy dizájner lehetsz később, és akkor onnan egy kicsit terelgetnek. De egyébként a magyar oktatásban szerintem ez csak a jó iskolákban jellemző, hogy elég információt kapnak a diákok arról, hogy mi értelme van annak, amit most megtanulnak. Arról nem is beszélve, hogy ugye adóbevallást csinálni, stb. Az nem kap túl sok figyelmet. Hát nem. Ami egy ijesztő dolog, ami eszembe jutott, hogy majd ha lesz kölök, akkor ugye a mi korszakunkban simán elcsalhattad a jegyeidet, most már nem tudják, minden digitális. Minden benne van, ennél ijesztőbbet nem? Tehát gondolj bele, hogy kaptál egy kettest, és nem tudod azt mondani, hogy így milyen voltam a négyes, hanem ott van, és megkapja a szülő azonnal. Szóval ez nekem nemrég terült ki, és ez őrületesen ijesztő, hogy manapság már ilyen digitális a jegy. Tehát én emlékszem, hogy az intőkre, az ellenőrzőkre. És ez azért, ez még az, hogy oké, hogy jó, hogy anyaedékt, ha nem tudsz kamázni, de ez még egy rész, de hogy ez később, hogy te már tegyük fel, megkomolyodsz, nem tudom, gimi vége, egyetem, és már tényleg, te mondjuk tényleg egy olyan szintre lépsz az életedbe, hogy mondjuk nagykövetnek indulsz, és tudod, ugye nagyköveteknél azért, hogyha már ott vagy a kapujába, akkor van egy profil átvizsgálás. És téged átvizsgálnak, és látják, hogy te mondjuk nem tudom, általános iskolában és gimiben csupa kettes, oké, hogy egyetemben vagy csupa ötös, hát akkor azt mondhatják, hogy hát, kocsa, tudod? Igen. Mert hogy tényleg megpecsételnek. Nem, most jó. Például nagykövetnek szeretném menni, mert ezzel a egész YouTube csatornával valószínűleg nem mehetnél be amúgy. Hát ez biztos. Mert hogy a képed ott volt egy platformon, amit több százan ezren látták. Meg másodikba kaptam egy... Másodikba kaptam egy intőt. Azért, mert a sorban nem fogtam meg a párom kezét. Pedig ez a tetesztet pedig megmondták. Igen, igen. És én azt szerettem volna, én pedig egyedül állok. Nekünk még az a generáció vagyunk, ahol még általánosban még azért voltak ilyen elvetemült állattanárok. Ja, hát nagyon. A nép tánc, hát minket ott. Egyetlen egy néptánctanárom volt a háromból, egy nő, aki nem bántott soha minket, és tök kedves volt. A két faszi, aki előtte volt, mind a kettőt azt hiszem egyet elküldték, a másikat kirúgták. Szóval olyan kulcsomóval, hogy ilyen nagy volt, dobált minket, atya. Bottal ütött. Szóval így ezt a mai világon most képzeld el. És ez 2000-es évek eleje, szóval nincs annyira messze. Konkrétan tényleg volt, hogy nem tudom, valamit, és rábaszott a hátamra a bottal.
Néztem, hogy Dick. nem izé sírtam, és tudod, hogy ledöbbentem, hogy ez hülye az meg. És talán, amikor már ötödikesek voltam, akkor itt előjött a másik tanár, ilyen kulcsomó, valami, tudod, hogy nyilván gyerekek vagyunk, hát beszélgettünk, hűltünk, izé, fogta, és oda baszta hozzánk. És konkrétan eltalálta így a vállamat, tudod. Ez hülye. Meg valamelyik gyerekre így kiakadt, egyik osztálytársamról, szóval nézett, te tudod, jól kiről beszélnek, rólad beszélek. Akkor izé, őt megragadta, mert volt egy ilyen kis, ott is ilyen gyerekeskedtek, nem tudom. Megragadta, és tudod, kirángatta az óráról. Már a rángatás már egy olyan dolog azért, ez erős. És ahogy kinyitotta az ajtót, ugye nem nyitotta ki elég, és belebaszta vétlen a fejét a gyereknek. Jézusom! Ez az eset után, két héttel később már nem volt ott a népszenszerár. De utána megtudtam, hogy ment tovább a budai, nem tudom. Másik helyre néptáncot oktatni. Az így jó. Nagyon beteg. Na, egy ilyen ember mondjuk most már így ilyet csinálna. Ez és egyébként ez rendjén is van. Igen, hát persze, törvén. Hát ez mi? Hát ez... Igen, de egyébként nekem is voltak ilyen tapasztalataim. Jó, fizikai bántalmazás, nem? De ez a... Hát ez a... Lelki. Ez a lelki, igen, ilyen volt, és visszagondolva nem is tudom, hogy hogy viseltük el, de ugye akkor, mondjuk ha megbízol a tanárodban, akkor azt hiszed, hogy jót akar, és nem tűnik fel, csak már így évek múlva visszatörként, hogy amúgy ez teljesen nem volt normális. Nem, nem akar jót, én úgy gondolom. Tehát van, igen, van, aki tényleg, az a baj, ki hogy mondjam, kivető rá az egész kevés fizetés, az összes igen. Ilyen nyomorgatása neki, a saját kis gondja, és hát az a helyzet, hogy így akkor lehet, hogy nekem is van egy olyan nézőpontom, ahol meg tudom érteni, de ettől függetlenül abszolút. Még mindig azért így, mindegy, remélem, hogy én jól tetszik lenni. nálunk a felső osztályban, nem tudom, 7-es, 8-os lehetünk, az egyik lány befestette a hajának a végét, és a magyar tanárunk, aki akkor igazgató is volt a suliba, nagyon vaskalapos volt, elég furi volt amúgy, ő mondta, hogy most addig nem jöhetsz vissza, mert ki nem mosod. És elküldte kimosni a hajfestéket, mágot. A csaj szappannal izélt, a sikálta. Szerintem ez milyen buli? Meg megalázó, mert ugye az hát egész osztály előtt. És úgy tudom, mi azt mondtuk, hogy milyen menő a hajad. Semmi nem történt, most nem is olyan iskola voltunk, ahol, és tényleg az én általános iskolám amúgy messze a legjobb szerintem, ami így Budapesten valaha is található, és nem volt fizetős meg ilyenek, szóval tényleg egy sima általános iskola volt. Nagyon jó közösség volt, nagyon jó tanárok voltak, nagyon szerettem ott lenni, de volt nyilván ez a két-három idióta, akik így azért elég emlékezetes dolgokat tettek. Hál' Isten nekem olyan az én felfogásom, hogy egy csomót itt töröltem, nem fogtam föl, én olyan voltam, letettek, és akkor így álltam, szóval nem voltam egy ilyen túl misztifikáns srác, teljesen egyszerű gyerek vagyok voltam, és én ezekből nem éreztem annyira, hogy most így kivetülne rám most, de hogy azért sokoknak ez még mindig terror, még tartom attól kapcsolatot az általános iskolás osztálytársaimban, és akkor egy-kettő még azért mondja, hogy ott nem tudom, a matek tanár benne, vagy olyan ültetette, hogy még a mai napig is érzi annak a nevet, és ez annyira beteg amúgy. Igen, és nagyon sok káros hatásai van, és nyilván én fiú szemszögből nem tudom, de a lányok megalázása szerintem nagyon jellemző volt, néha tudjátok, ez a túl rovid a szoknyád, meg igen, nem elég vastag a pánt a ruhádon, és ezt most már a mi generációnk felismeri, hogy mennyire toxikus, hogy a lányokat így emberek, osztálytársak előtt ilyenek miatt megalázunk, hogy milyen ruha van rajtuk, de akkoriban ez ilyen természetesnek számított, igen. Hogy egy tanár mondjuk emiatt... Előve sajnos. Fú, de volt, hogy a csomószor csajokat ugyanígy abuzált az a tanár, és akkor emlékszem, hogy mi mentünk ugyanutána, hogy az óra után így azért megvégaztam, hogy minden nagyon összetartó közösség volt. De hogy sajnos ez ugye sok iskolában nincs, én mondjuk azért nem tudom, amit te is meséltél így az általános iskolás. Én ja, meg, én nem szekáltam. Hogy ezekről én nem, mert nálunk, ha valaki szekált, akkor a szekálót azt mondjuk kicsit nem megvertük, csak hogy így szóltunk, hogy ezt nem kéne. Szóval így. Ott olyan közösség alakult ki nálunk a suliba, és tényleg így alsó-felső mindenki mindenhol összetartott, és volt egy-két hülye, azokkal meg helyre raktuk, vagy mi, vagy a tanárok. Uh-huh. Na hát, köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönöm Anilla. Köszönöm szépen a meghívást. Hogyha érdekesnek vélted ezt a beszélgetést, akkor kommentelj majd le, hogy akár Anillának is címezve, hogy te megcsinálnád-e ezeket az utakat, te mennyire adnál, mennyire lennél benne egy ilyenbe, kivel csinálnád meg ezeket az utakat, vagy hogy úgy általánosságban mi a véleményem mondjuk így a globális felmelegedésről és a környezetünk megóvásáról, megvédéséről, ezt küldjétek el nyugodtan nekünk kommentbe, Anillát pedig kövessétek be mindenhol, ahol lehet, Till Anilla a
csatorna neve, ugye? Most már csak ennyi, igen. Nem tévedek. És nyugodtan Instagramon is, hogyha rád úszíthatok mindenkit, Instagramon is kövessétek be, tök jó sztorikat szokott kitenni, tök jó dolgokat találkozhattok úgy a platformjain. És hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, srácok. Itt volt velem Benz, az intellektus, a jogász, az ügyvéd. Itt volt Márton, Marcello, a komolytalan vicces fiú. Egy átlag srác. Egy átlag srác. És még egyszer itt voltunk Téla, Anilla, Anilla, a mindent megjáró leányzó. Remélhetőleg még jössz még hozzánk. Most már tudom, hogy egy ideig még itt lesz, szóval lehet, hogy még meg fogunk hírni, sőt, több mint valószínűleg meg fogunk hírni, de írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e még Anillát. Ha írjátok, ha nem, akkor is fog jönni. Remélem, el fogja fogadni. Köszönjük. Szeretné. Igen, és ugye az most mindegy. Le van húzva a redőn, szóval nem tud kimenni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hogy meghallgatotok. Spotify-on is fönt lesz. Spotify hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. És a következő videóban pedig majd találkozunk és beszélgetünk tovább. És még egyszer szeretném megköszönni a Sgt. Pepper's Café and Bar Budapestnek, hogy ismételten itt lehetünk. Most már tényleg majdnem állandó helyszínként kezeljük ezt a csodálatos klubhelységet, és köszönjük szépen Balázsnak, Blaze-nek is, aki a kamera mögött ügyeskedett és tevékenykedett nekünk. Figyeljetek oda, és nézd fel. És hát nézd mindenhova, ami felvilágosít. Köszönjük szépen, sziasztok!